Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, a Szent Mise áldozatot elhunyt édesanyjáért, édesapáért és a család élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk föl. Nagybőjt második vasárnapja van, és ebben nagy szeretettel köszöntöm a Halom Televízión keresztül a kedves tévénézőket, akik így kapcsolódnak bele a Szent Misébe. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplételen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk, Istenünk, de megparancsoltad nekünk, hogy hallgassunk szeretett fiadra, táplálj minket szent igéddel, hogy megtisztult lélekkel, örvendezve szemléljük majd dicsőségedet. Amirunk Jézus Krisztus a te fiad által, kiveled él és uralkodik a szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Az Úr így szólt Ábrahámhoz. Vonulj ki földedről, rokonságot köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak és naggyá teszem nevedet, s te magad is áldás leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, de akik átkoznak téged, azokat én is megátkozom. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Ábrahám tehát elköltözött, ahogy az Úr megparancsolta neki. Ez az Isten igéje.
Szent Lecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Kedves fiam, vállald velem együtt a szenvedéseket az evangéliumért, Isten erejére támaszkodva, aki meghívott minket, és szent hívással hívott, nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme alapján, amely megnyilvánult most megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével. Ő legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot is, ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, és arca ragyogni kezdett, mint a nap. Ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, fölállítunk itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor íme fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem tellik. Őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintett őket, és ezt mondta. Keljetek föl, és ne féljetek. Amikor a szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte,
senkinek ne szóljatok a látomásról, míg az emberfia halottak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéjén. Kedves testvérek, Ábrahám meghívásáról hallhattunk Mózes első könyvéből, hogy is hangzott, az Úr így szólt Ábrahámhoz, vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Nagy néppé teszlek, megáldalak és naggyát teszem nevedet, és te magad is áldás leszel. Kedves testvérek, ez a fajta kihívás, ez látszólag egy rendkívüli esemény, persze rendkívüli esemény, de nem csak Ábrahám életében megy végbe, vagy ment végbe, ilyen rendkívüli esemény, hogy kihív bennünket az Isten. Egész életünk igazából erről szól, hogy úton vagyunk, valahonnan, valahová, valakitől, valaki felé. Egész életünk volt éppen egy hívásnak való engedelmeskedés, és ez a hívás, ez az áteredő bűn miatt lehet rossz vagy jó. És rajtunk múlik, hogy engedelmeskedünk-e a Jóisten hívásának, és valóban zarándok úton vagyunk vele együtt, általa, ő írte, a mennyei hazafelé, fele barátainkat megszólítva, vagy pedig annak a hívásnak engedelmeskedünk, amelyről éppen múlt héten olvashattunk, Nagybőlt első vasárnapján, amikor is a sátán rossz irányba hívja Jézust. Legyenek ezek a kövek kenyérré, aztán neked adom a föld minden dicsőségét, pompáját, angyalok jönnek, szolgálnak neked, hagyd nem leveted magad, tehát hívja a sátán rossz irányba Jézust. Jó hívás, rossz hívás. Éppen múltkor a telefonom, ugye van ilyen program, ugye, és kijelezte, hogy gyanús hívás, valószínűleg csalás, ugye? Hát mondom, nem veszem föl. Ugye, tehát most persze ez egy program, amely szűri a hívásokat, de lelkiismeretemben is, hát azért érezzük, hogy jó felé hív engem az a benső késztetés, vagy rossz felé. Ábrahám igent mondott Isten hívásának, minek következtében most mi itt ülünk. Jézus Krisztus igent mondott az atyának, minek következtében itt ülünk. Azok a szeretteink, hitoktatók, apánk, anyánk, rokonaink, őseink, szentjeink, kiválóságaink igent mondtak Istenre, és mit vagyunk, de mégis, kedves testvérek, ez nem egy automatizmus. Az önök igenje nélkül nem működik. Talán emlékeznek még arra a reklámra, amikor még az irányító számot vezette be a posta, hogy a gép csak akkor működik, ha ön is közreműködik. Talán emlékeznek el, ugye? A gép csak akkor működik, ha ön is közreműködik. Hát, kedves esetek, ez így van. A hitünk nem egy automatizmus. Az, hogy én 5, 6, 8, 10, 15 éves koromban igent mondtam Istenre, nagyon szép és nemes dolog volt akkor. De ezt nap mint nap meg kell újítani, legyőzve önmagunkat, lustaságunkat, kényelmünket, rossz szokásunkat, rigójáinkat, ellenszenvünket, kis hitűségünket, önvádunkat, mindenfajta rosszaságot, és engedni, hogy Isten
szóljon hozzánk. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. A kis Sámuel történetére ugye emlékszünk, hát szegény Éli valószínűleg nagyot hallott, meg nem is értette. Menj vissza, aztán alukálj, biztos rosszat támadtál. De megint szólt az Isten. És akkor harmadszorra szólt az Isten, akkor Éli rájött arra, hogy hát ez nem valami fajta gógyi, hanem tényleg Isten szól a kis Sámuelhez. És mit mondott Éli akkor Sámuelnek? Igen, itt vagyok, Uram, engem hív. Vagy akkor, amikor a prófétákat meghívta az Úristen. Nézzük csak meg a proféták meghívását. Érdemes elolvasni. Szálljunk rá egy kicsi időt, nagy bőjt van. Hogyan hívta meg a Jóisten a prófétákat? A szegények kézzel, lábbal sokszor kapáloztak, hogy jaj, nem, köszönöm szépen, a szomszédba tessék menni inkább, majd ott, hát én alkalmatlan vagyok, hát ugyan már, Nem, te. Vagy Jézus, amikor megy és meghívja az apostolokat. Vagy a Jézus, amikor megáll a halászbárkánál, meghívja az apostolokat. Vagy amikor megáll ott a kis vámosnál, ugye? Gyere le onnan a figyelfára, gyere le, vámasztaltod, gyere el, Zakeus, Máté, gyertek, legyetek tanítványaim. És nem sunnyogtak el, hanem igent mondtak. Kedves esőrek, az egész életünk nem más, mint egy igen nem játék. De igazából nincs alternatíva. Is, nincs olyan. Vagy igen, vagy nem. De a nincs, hogy is. Ugye? Elindulok-e, vagy nem? Lehet, hogy elindulok, aztán belassulok, mert elfáradok, mert megzavarnak, meg elmegy a kedvem. Ma külön kutatási terület, ugye, ahogy ez egy kiégési szindróma, főleg akik nagy tehernek vannak kitéve, emberekkel foglalkoznak, és a többi, kudarc élmény, nehézség, a kiégési szindróma. És aztán rossz irányba keresik a megoldást, az emberek rossz szokások, önvád, neurózisok, depresszió, alkohol, kábítószer, stb. És ami érdekes, hogy a kiégési szindróma, mint betegség, egyre lejjebb és lejjebb ment életkor tekintetében. Miért? Azért, mert nincs olyan biztos cél, amiért küzdenének gyermekenk és fiataljaink. És nekünk kell, bármennyire is fájó, nekünk kell azt mondani, hogy igen, Uram, erősíts meg engem, nyomorult szolgádat, hogy tudjak olyan célt mutatni, aki te magad vagy. Igaz, hogy törékeny vagyok, igaz, hogy nyomorult vagyok, de haladjunk együtt. Kedves testvérek, amikor Ábrahám igent mondott Istenre, ez ő hívására, ő a hit példaképe, hit ősatja, akkor valamennyünk számára igenis példát adott, mindent otthagyott, és követte Isten szavát. Vagy a másik kép, ugye, itt az evangéliumban Jézus fölmegy három tanítványával, Péter, Jakabbal és Jánossal, hogy együtt legyen Mózessel, Illéssel, megnyílik az ég, ragyog, tündököl, és egyfajta idilli állapot uralkodik el. És a három tanítvány szeretné konzerválni ezt az állapotot, de jó lenne így maradni. De jó lenne ezt állandósítani, de nincs állandósítás. Majd a mennyországban, igen. Sokszor úgy gondoljuk, hogy jaj, most már ez így jó, most már nem. Én most már nem. Nem. Amíg élünk, addig fejlődnünk kell. És nem mondhatunk le önmagunkról, mert Isten sem mond le önmagunkról. Nem magatokra hallgassatok, hanem az én szeretett fiamra, akiben kedvem telik, hát őt hallgassátok. És ő pedig szól lelkiismeretem szaván keresztül. Mennyire nehezen halljuk meg sokszor.
és mennyire sokszor inkább a rosszat. Maradjunk itt, ne folytassuk, ne, azok menjenek, hozunk 5 indokot, meg 10 indokot, és a többi is megrekedünk egyfajta szinten. Annyira fájó, kedves testvérek, amikor valaki lemond önmagáról. Ha vesszük a bátorságot, és beszélgetünk gyermekeinkkel, unokáinkkal, nem csak arról, hogy milyen jegyet hoztál, milyen volt az iskolában, hanem tényleg önnön magukat, és van hozzá bizalom, és van bizalmi tőke, akkor tudjuk őt pásztorolni, vagy őket pásztorolni azon az úton, amely menny felé vezet. Ezért nagyon fontos a kortárs csoport például, amely segíti őket. Ezért nagyon fontos például az iskolai környezet. Olyan példaképek, akik segítik és húzzák őket. Nem véletlen az, hogy egy sportolónál, vagy aki zenét tanul, vagy nem tudom, ugye úgy tekint rá a növendék, mint a mesterre. Ez nagyon fontos. Csak nem mindegy, hogy az a mester milyen. Ezért fontos az, hogy akire például rábízunk gyermekeinket, hát elsősorban Jézus Krisztus legyen, mert ő benne nem lehet csalódni. Emlékszem, amikor gimnáziumba jártam, Ferences gimnáziumba, akkor hát ugye az ebben volt egy idili kép, hát aztán rájött arra, hogy hát ott is emberek vannak, ugye? De Jézus Krisztus nem lehetett lecserélni. Továbbá nem folytatom, amikor az ember járt egyéb iskolákba, ugye? Ott is rá kellett jönni, hogy bizony emberek vannak ott is. Emlékszem, egy idős, nagyon-nagyon szentéletű apáca néni, aki nagyon okos volt, és mondta, Matyikám, hát elmész szemináriumba, de ne feledkezzél el arról, hogy ott is emberek vannak, és te Jézusért teszed. Azért kell tenni. Másért teszed, akkor az össze fog omlani. Fú, de igaza volt. De ez így van, kedves esetleg, a házasságnál is. Hát minden emberi kapcsolatnál így van. Ha csak azért, ugye? Nem. Jézusért. Ő hív bennünket. És ez a belső tiszta kapcsolat, ez mennyire fontos, hogy meglegyen. Kedves testvérek, adja Jóisten, hogy nap mint nap igent tudjunk mondani, miként a boldogságos szűzanya igent mondott az Istenre, ímazó, szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, hogy imádkozzuk reggel, délben és este az Úr angyala imádságakor, legyen nekem a te igéd szerint. És ez az igen, ebből fakad az a szent megtermékenyülés, vagyis Isten átitat, átjár bennünket. Ahogy a jó mag jó földbe hullik, hogy aztán ebből a igenből, hiszen lelkem az mondja ki az igent, 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros termés fakadjon, és akkor tudunk örülni annak, hogy jé, hát a másik emberben is fölragyolt egy picit Isten szeretete. Sokszor szokták kérdezni, hogy nem unalmas-e például a papi élete, nem unalmas, hát nem unalmas. Nem unalmas-e mindig, nincs olyan, hogy mindig ugyanaz, nincs, minden nap más. Egyrészt önmagunkkal való küzdelem kapcsán, másrészt a világgal való küzdelem kapcsán Isten országáért. És nem mondhatunk le önmagunkról. Sokszor szerették volna igen ezt elérni. Különböző rendszerek, különböző diktatúrák, különböző ideológiák. Újra és újra sorolhatnánk, de nem lehet eltéríteni. És nem engedjük, hogy bárki és bármi eltérítsen bennünket, mint ahogy olvasok is a Szentírásban, hogy ki szakíthat el bennünket Isten szeretetétől? Semmi és senki. Mondjunk ki együtt igen, amment, igent, Isten hívására, Isten szólítására, hogy egyre inkább átragyogjon rajtunk az ő fénye, az ő tündöklése, mint ahogy itt az evangéliumi szakaszban olvashattuk, Péter, Jakab és János,
ahogy beragyogta őket a szent mennyei fény, és ragyogták, tündökölték Jézus arcát. Amen. Hiszek az egy Istenben. Bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Forduljunk, testvéreim, most mennyei atyánkhoz, akinek templomában megtaláljuk zaklatott szívünk békéjét és nyugalmát. Add, Urunk, hogy hívő néped érezze, milyen jó együtt lennünk te nálad. Kérünk téged, hallgass meg minket. Részesítsd, Urunk, egyházad tagjait a veled való találkozás boldogságában. Kérünk téged, hallgass meg minket. Engedd, Urunk, hogy Krisztusban minden nép felismerje a te dicsőséges fiadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el, Urunk, boldogsággal lelkünket, amikor az imádságban veled beszélgetünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy a mennyei dicsőség ígérete enyhítse a betegek szenvedéseit. Kérünk téged, hallgass meg. Istenünk, minden világosság atya, segíts minket, hogy asztalot körül összegyűlve már földi életünkben érezzük boldogító közelségedet Krisztus, ami Urunk által. Oda adom neked minden.
Imádkozzatok, testvérek, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tisztítson meg bűneinktől ez az áldozat, szentelj meg szolgáid testét és lelkét, hogy méltó módon ünnepeljük meg húsvét ünnepét, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl a szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Ő tanítványainak saját halálát előre megmondta, a Szent Hegyen megmutatta nekik dicsőségének fényét, és így világossá tette számunkra, amit a törvény és a proféták tanúsága hirdett, hogy szenvedésére a föltámadás örök fénye virrad. És ezért a mennyi hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fönségedet dicsérjük, és hangos szóval vég nélkül zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, ez a vér, értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Antal püspökünkkel, az egész papsággal együtt.
Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokkal, akik irgalmadban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részese lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tiszteleti és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, azt mondod apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézz, hanem egyházat hitét, s őrizd meg egyházadat, szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, kérsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Ima az Isten báránya, ima, aki elvesz a világ bűneit, boldogok, kiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Krisztus lelke. Könyörögjünk! Dicsőséges szent tested és véredet magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket, ki élsz és uralkodol mindörökké. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében!